Szerbusz Attila, ebbe a faluba te mióta élsz? Én itt születtem Erdőbényén 1958-ban, és azóta itt élek, és itt dolgozom. És édesapád, úgy hallottam, hogy édesapád is, és nagyapád is ebben a mesterségben öregedett meg. Igen, hiszen Erdőbényén évszázadok óta itt van ez a mesterség, köszönhető itt a itt termő, itt élő zempényi tölgynek és a jó éghajlati viszonyoknak, tehát jó minőségű fának, valamint a tokai bornak, hiszen annak a szállítására lettek a mi őseink idehozva még az 1800-as években, és azóta ez a mesterség itt van, és azóta apáról fiúra öröklődik mind a mesterség, mind az ehhez kapcsolódó mesterség táncunk, és hát ennek a folyamatnak a részese vagyok, és büszkén vallhatom magamat is, hiszen a felmenőim közül nagyapám és apukám is ebben a szakmában dolgozott, és ebből igyekezett megélni, eltartani a családját. Ezekben a műhelyekben, a nagyapád műhelyébe és az édesapád műhelyébe sok időt töltöttél el, mint gyermek. Hogyan indult a mesterség szeretete benned? Ez egy érdekes történet az én esetemben, hiszen, mint ahogy említetted te is, hogy gyerekkoromban ott kellett lenni, és ahogy nőtt az ember, egyre komolyabb feladatokat kapott, tehát már nem csak pakold ide, hozd ki, vidd ki feladatok voltak, hanem az egyszerűbb egy donga hátalás, tehát már gyalut is adtak az ember kezébe, vagy éppen később a szekercével is lehetett már dolgozni, kipróbálhatta magát az ember. Tehát amíg én itthon általános iskolás koromban itthon éltem, és nem kerültem el középiskolába, addig ez mindennapos körülmény volt, meg is mindennapos élmény volt ezeket a dolgokat látni. Emlékszem még arra is, hogy az apukám munkahelyén, tehát még akkor egy állami pincegazdaságnál mentek a hordó vasalások, és a Szegecs a nyitolásához, a szegecseléshez ki kellett lyukasztani ezeket az abroncsokat, és a kieső darabok benne volt, azokat beleütötték a fába, a tuskóba, és mindig biztattak az ottani akkori mesterek, hogy szedjek belőle és vigyek haza a bablevesbe, mert az nagyon jó, hogyha beletesszük ezeket az apró kis karikák, egy gömböket, és amikor megjelentem, akkor anyukám igencsak égnek háló hajjal mondta, hogy hát ez jó, behúztak a csőbe. Na de hát vissza az én történetemhez. Tehát úgy alakult, hogy én szőlészborászként végeztem annó még 80-as évek elején, és a szakmában dolgoztam néhány évig. Aztán az élet úgy hozta, hogy különböző útkeresések után 40 évesen döbbentem én arra rá, hogy ebben a családi örökségben van lehetőség, és ebből is lehet vállalkozást építeni. Úgyhogy 2000-től ez a vállalkozásomnak a fő iránya, és dolgozunk most már ebben, mondhatom, több egy számba, és 42 évesen voltam szakmunkás tanuló, akkor szereztem meg a papírt a vállalkozás működtetéséhez, tehát hogy megfeleljek az előírásoknak. Egy mesterségnek az idősebb emberek szemében és véleménye szerint akkor van már böcsülete, amikor legalább 3 ízillen csinálja valaki. Ezért sokszorosan megerősítve önmagad, elindultál ezen a szakmán, gyermekeid is, tehát fiad is, lányod is, a feleséged Zsuzsika is besegít sokszor. Igen, amikor nincs más, akkor kéznél van az asszony, és akkor őnek is vannak feladatai, tehát akár a kis hordókészítésnél, ahol szükség van egy emberre, aki megtartja ezt a hordót, vagy a nagy hordón, amikor kéz alá kell dolgozni, mert egyedül nem tudja az ember ezt csinálni, akkor ő is meg van szólítva, és úgy szervezzük a napot, hogy segítsen ebben a munkában. Jártok vásárokra, a mesterségek ünnepére, a bor ünnepére, sok helyen megmutatkoztál már, és a tárgyaid mindenképpen egy komoly elismerést kaptak, mind szakmailag, mind pedig azoktól, akik ezt vásárolják. Mi termék skálánk elég széles, hiszen
nem csak néhány darab, néhányféle edényre vagyunk beállva, hanem amit a kándárok régen is készítettek, sőt még amit a pintérek, tehát az egyenes falu edényeket, konyhai eszközöket is bevállaljuk. Igaz, hogy az nem egy nagy darab számban, de hogyha valakinek igénye van egy vajköpülőre, vagy egy csobolyóra, vagy egy kisebb edényre, tehát borászati eszközökre, szőlősz, puttonyra, vagy cserpákra, lívóra, akkor azt is megcsináljuk. De hát mindenképpen a fő cél az a boros hordó, a nagy hordó, hiszen a régi mester is ezt mondta, hogy kis hordó, kis pénz, nagy hordó, nagy pénz, tehát azért szeretnénk mi a nagyobb hordókból nagyobb mennyiséget készíteni, mert főleg a mostani gépesítés, meg azért már elég jól felszerelt műhelyen rendelkezünk, az a hatékonyabb és az a termelékenyebb, abból van a bevétel, amiből az ember rentábilis el tudja tenni ezt a vállalkozást. Tehát a termékeink végül is a kérdésre válaszolva 5 literes díszhordóktól az 500 literes boroshordókig mindenfajta méretet vállalunk, emellett vannak a dézsák, a csobolyó, a borászati eszközök, amiről az erőbb beszéltem, és utóbbi időben pedig egyre szélesebb igény jelentkezik szaunakádak vagy fürdőkádak fából történő készítésére, úgyhogy az év elején általában a holt szezonban, tehát a boroshordók holt szezonjában vállalunk ilyeneket is, és készítünk azokat is. Most az alapanyagból is nem csak tölgyfával dolgozunk, hanem csinálunk akácból, készítünk pálink, most, hogy a pálinkának, a hungarikumnak ekkora sikere van a pálinka érleléséhez, csinálunk eperfából, vagy cseresznyéből hordókat, vagy ha valaki hoz jó minőségű szilvafát, almafát, vadkörtét, akkor abból is megcsináljuk neki a hordót. Két mesterséget említettél, a pintér és a kádár. Mi a különbség a két mester között? Hát a kádárok, tudomásom szerint, meg én ezt így tanultam, így maradt meg nekem, a kádárok azok a hajlított edényeket készítették, tehát a boroshordókat, a csobolyót és egyéb eszközöket, míg a pintérek, ők a úgynevezett konyhai eszközöket, tehát a virágdézsát, a mosogatódézsát, a köpülőt, tehát a pintérek. De itt hegyalján, mégis ez, igen, tehát ezeket az edényeket, de itt apukám is itt a hegyalján a pintéreknek hívták azokat a mestereket is, akik a régi borkötők voltak. Tehát amikor még nem vasabroncs tartotta össze a hordót, hanem mogyoróvesző vagy pedig lenfűszóvesszővel kötötték a hordót meg, és ezt végül is évente cserélni kellett, hiszen az nem volt hosszú életű, és ezek voltak, ezeket is pintéreknek hívták. Az itteni fából készíted-e például a boros hordókat? Hát a tölgyfa az természetesen adja magát, hiszen itt a lakóhelyünk környékén, a Zemplénben van az egyik legjobb minőségű alapanyag, köszönhetően a talaj és a éghajlati viszonyoknak, mind ízben, mind pedig len a fa sűrűségében, tehát az évgyűrűk sűrűségében. Megköszönhetően mindenképpen ez egy jó alapanyag. Azt hiszem nem lenne okos dolog most az ország másik vidék körül ide hordani az alapanyagot. Ez a tölgy, mondtam, hogy eperfából, hát itt már viszont be kell járni lassan az országot, hogy az ember eperfához jusson és tudjon belőle hordókat készíteni. Az akác nem olyan nagy távolságra, tehát itt a bodrok közben. Hát sajnos az is, de hát ez jellemző, tehát ez igaz a tölgyfára is, hogy a jó minőségű alapanyag, tehát itt 80-100 éves fákról beszélünk, egyre kevesebb van már. Sokfajta tölgyfa van Magyarországon, és ezek közül melyik az a tölgyfa, amelyel ti a hordó készítéshez kiválasztátok az alapanyagot? Hát kocsánytalan tölgyről beszélünk, amit mi használunk, hiszen a kocsányos tölgy az a termőhelyénél fogva gyorsabb növekedésű, több vizet szív magába, tehát egy mocsarasabb vidéken nő. Ennek köszönhetően az évgyűrűk kialakulásánál a szivacsos része
az átereszteti a hordóba töltött nedűt, ezért a kocsányos tölgy nem alkalmas a hordókészítésre. Egyenes falu edényeket lehet belőle készíteni, tehát dézsákat, kádakat, azokat lehet, de igazából volt érlelésére a kocsányos tölgy az nem alkalmas. A munka mozzanatait szeretném kérdezni tőled. Amikor ide a telekre, a házad kertjébe megérkezik a rönk, innentől kezdve milyen feladatok vannak? Igazából már előtte is van feladat, mert az a jó dolog, meg az a gyakorlat is, hogyha a rönköt az kinn az erdőn próbáljuk kiválogatni. A legjobb az, amikor még a lábon álló fát tudja az ember minősíteni, hiszen ott körbe tudja nézni, és látható még egy elfektetett rönk esetében, könnyen lehet, hogy éppen alulra került véletlenül. Mi szerint válogatott? Hát ami fontos, hogy ránézve a fára, magának a kéregnek a repedései iránya, tehát már egy ránézve a fára lehet látni, hogy most ez a kéreg csavarodott-e, tehát a nem függőleges irányba vannak ezek a repedések. Fontos az, hogy ág göcsök ne legyenek, tehát ilyen beszáradt vagy lerohadt ág elágazás ne legyen azokban a szakaszokban, és nagyon, ami könnyen és nehezen felismerhető, ez a úgynevezett tűgöcsöknek a megléte, ami nagyon nagy figyelmet igényel. Ez akkor képződik, amikor megbontanak egy erdőt, és a törzsön elkezd egy sarj kihajtani, tehát ilyen néhány centis hajtás kezdemény, ami viszont pont sugárirány, tehát a bélsugár irányában, vagy sugár irányban kezd el nőni, amikor a dongát vágjuk, ez pont keresztbe fog nekünk megjelenni, tehát folyni fog ez a donga, ez a hordó, tehát ezt nem tudjuk kivédeni, csak akkor, ha nagyon sok, tehát egy méterbe, ha van egy darab, egy méteres darabot el kell dobni ahhoz, hogy ez használható legyen. A következő feladat mi a tölgynek a megmunkálásában? Tehát azt a rönköt megfelelő hosszúságról kell vágni, attól függően, hogy milyen méretű hordót akarunk majd készíteni belőle. Ez lehet egy 50 centis rönk, lehet egy másfél méteres rönk, tehát a 500 literes hordóhoz legalább egy olyan hosszúságú dongák kellenek, és ezt a rönköt vagy hasítással, attól függően, hogy milyen a megrendelő igénye, először 4 egyenlő cikkre hasítjuk, vagy ha nem, akkor fűrészeljük, a másik hasító fűrészeken felvágjuk, és ezt a cikket, ezt kezdjük el szeletelni. Ott is a hordó méretének megfelelő vastagságú dongákat készítünk, ez általában 36 és 40 mm közötti vastagságról beszélünk. Utána, amikor, tehát arra figyelve, hogy a rossz részeket, tehát még a vágáskor kikerülnek rejtett hibák a fában, azokat kiejtjük belőle, és kirakjuk az udvarra száradni, úgynevezett kászliba. Itt látjátok, az udvaron nincs tele, de tehát elférne még itt jó sok köbméter belőle ahhoz, hogy itt jól működjön és elegendő alapanyaggal el legyünk látva. Tehát kirakjuk az udvarra, és ez a donga szárad minimum 2 évig. Ki van téve a természet viszontagságainak, esik rá az eső, süti a nap, fújja a szél. Ez azért fontos, hogy ne mesterséges szárítás legyen, hanem természetes, mert a 2 év alatt ez a donga vastagság meg légszárazzá válik. A benne lévő cseranyagnak a nagy része kiázik az eső hatására. Ezt, ha száraz évek vannak, akkor locsolással tudjuk még kompenzálni, és évente átrakjuk ezt a kászlit. Tehát ami most fölül van, azok a sorok lekerülnek alulra, és az alsók kerülnek felőre, hogy egyformán történjen ez a kiázás. A másik ok pedig, ami miatt fontos ez, hogy természetes körülmények között legyen, hogy különböző gombák, élősködők beleeszik magukat ebbe a fába, ami később a pörkölés hatására plusz ízként megjelenik, amit a borászok nagyon kedvelnek és szeretnek. Tehát ha egy borász eljön ide és üzletről beszélünk, vagy egyébként műhely látogatni, leginkább azt lesi, hogy legelőször, hogy van-e szárító a telepen. Mert ha van, akkor onnantól kezdve már kétséges, hogy tényleg természetes szárazfával dolgozik az ember. Épp ezért nálunk nincs ilyen.
Tehát ez nálam elvi kérdés, hogy ne is legyen szállítónk. Tehát a hordó dongákból épül fel, itt a kezedben éppen egy dongát tartasz, illetve egy olyan szerszámot, amivel a dongának a méretét határozod meg. Légy szíves, már mondjál valamit erről. Tehát 2 évig száradt ez a fa kinn a szabadban, 2 év után vesszük elő és kezdünk belőle palás dongákat készíteni, ez fogja majd a hordó alakját és az űrtartalmát meghatározni. Ehhez van egy sablonunk, ez 10 literenként változik ennek a sablonnak az íve és a szög, amit bezár a körrel. Tehát ez egy 20 literes eperfa hordónak a palás dongája. Az előkészítés abból áll, hogy kap egy domborúgyalulást, tehát a felszín nem lesz viszintes, hanem egy domború felületet. A közepét könnyítjük, kivágunk a belsejéből, vagy szalagfűrésszel, vagy maróval. És a legfontosabb és a legpontosabb a 2 élének a gyalulása, vagy ahogy mi hívjuk, stészolása. Ehhez van a sablonunk, és a lényeg az, hogy a donga 2 vége az a keskenyebb rész, a közepe a legszélesebb. És ehhez a sablonba kell ennek illeszkedni ennek a dongának, itt látható, és vannak ezen jelzések, aminek a segítségével ezt a szélesedést meg tudom határozni, hogy mennyi legyen. Ez most itt 2 egység, és ez egy magyar típusú hordónak a dongája, tehát azt jelenti, hogy a hossza, vagy a magassága a hordónak, és a has átmérője, a legnagyobb átmérője körülbelül azonos lesz. Csinálhatunk francia típusú hordót, akkor ezt a távolságot csökkentjük a végétől a közepéhez viszonyítva. Amikor ezeket a dongákat elkészítettük, akkor rakjuk mi össze. Úgy következik a hordó állítás, amikor egy állító vasba, egy standard vasba összerakjuk a mi palástunkat. Ez az összerakásnál figyelni kell arra, hogy különböző szélességű dongákkal dolgozunk. Ez adódik abból, hogy amikor a cikket szeleteljük, akkor, ahogy kifelé haladunk, egyre keskenyebb dongák vannak. Az összerakásnál arra kell ügyelni, hogy a keskenyek és a szélesek felváltva legyenek egymás mellé téve, mert a hajlításkor másképpen viselkedik egy keskeny donga, mint egy széles. Ha mindegyiket, tehát hogyha egy oldalra csak keskenyet rakunk, másik oldalra csak széleset, akkor nem lesz kerek a hordónk, hanem egy deformált valamit kapunk, hiszen a keskenyek gyorsabban hajlanak. Amikor ez a szoknya elkészült, akkor a belsejében rakunk egy tüzet, mert meg kell forrósítani, át kell melegítenünk ezt a fát. Tűz hatás segítségével, általában arra ügyelve, hogy a hordónak a saját hulladékából használjuk, tehát ugyanolyan nedvességtartalmú fával és olyan állagú fával dolgozunk a fűtésnél, és a külsőjét pedig locsoljuk vízzel. De gyakorlatilag ez egy gőzölés, csak annyiban speciális ez a folyamat, hogy a végén egy pörkölés van, ami majd a hordónak az ízvilágát fogja meghatározni. Ez egy körülbelül 1 órát igénybe vevő folyamat, amíg átforrósodik ez a fa, és szakaszosan kell húzni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy látható a képen is, hogy húzunk rajta, meglocsoljuk, húzunk rajta, pihentetjük, egy kicsit visszamelegszik a tűz hatására a donga, körülbelül azonos hőfokon próbáljuk tartani, utána megint locsolunk, megint húzzuk, és az abroncsokat meghúzva rögzítjük azt az állapotot, amit a kötéllel, tehát a cuggal, a dótkötéllel elértünk. Amikor ez a palást összehúzódott, utána még melegítjük a hordót. Ez azért kell, hogy legyen, hogy a feszültség teljesen kimenjen a fából, és az alakot, ezt a hajlított formát megtartsa a donga. Hiszen később nem mindegy, hogy amikor a feneket rakjuk bele, hogy mennyire nyílik ki, mennyire feszül, mennyire egyenesedik. Ezt mindenképpen egy optimális szintre el kell érnünk ezzel a melegítéssel. Itt jön a tapasztalat, tehát a több éves tapasztalatnak a megléte, hogy meddig melegítsük és meddig legyen ez jó. Aztán van most már az utóbbi években egy speciális feladata a kádároknak, a barikolás. Tehát a barik hordó készítés, ez azt jelenti, hogy a összehúzás után még meghatározott ideig tűzön tartjuk a hordót. Tehát nem szabad, hogy megégjen a fa belső belül, hanem csak pörkölődnie szabad, füst se nagyon érje, mert ezek az ízek, ha borba beleáznak, akkor kellemetlen
nek és a borászok ezt nem szeretik, megzavarják a bornak az ízvilágát. Ebben ez a pörkölés, ez négy kategóriában van sorolva. Van egy úgynevezett könnyű, light szakszó, tehát egy jó magyar szóval lightos pörkölés. Itt az összehúzás után még kb. Egy 40 percig tüzön tartjuk a hordónkat, hogy meleg pörköljük. Aztán van egy médiumos pörkölés, egy ilyen 50 percig körülbelül. A médium plusz olyan 1 óra, 1 és 1 negyed óra közötti időt, ezt mindig a környezeti viszonyok is meghatározzák, hogy meddig kell. Mi általában illatra és színre próbáljuk belőni ezeket a kategóriákat, de műszerekkel is mérhetők itt a hőfok és az óra, tehát az idő figyelembevételével. És van egy negyedik, ami a viszkis hordók sajátosság, az úgynevezett hike, vagy az erős pörkölés, amikor teljes mélységében pörkölődik a fa, és ezek a pörkölési idők azért fontosak, hogy a fában lévő anyagok különböző hőfokon, mert hogy az idő telik, a hőfok úgy emelkedik a fában, más-más kémiai folyamatokat szenvednek, és más-más ízvilág jelenik majd meg a hordóban, ami később a bort beletöltve a borokban is megjelenik. Összeáll tulajdonképpen a hordónk palástja. Abroncsok fogják össze. És az így összeállított hordónak ugye a fenekelése következik. Hát igen, a fenék behelyezés előtt mindenképpen meg kell a hordó végeit munkálni, le kell a végét a dongánknak egyenletesre gyarulni, a belsejét gárbolni, tehát ott is a sima felületnek a képzése az elsődleges szempont, és van egy élletörés, a rajfnak a húzása, ami megint egy külön munkafolyamat, és utána következik a csinnek a bemetszése ebbe a palástba, majd oda fog bekerülni a fenék. A fenék az egyenes lapokból készül, vagy ragasztjuk ezeket a fenekeket, ezt elsősorban azoknál a fenekeknél használjuk ezt a technikát, amikor faragásra kerül a sor, tehát hogy a benne lévő szögök vagy más idegen anyagok ne zavarják a faragást. A nagyobb hordóknál vagy kéthegyű szöggel fogjuk össze ezeket, vagy fatiplivel, vagy újabb technológiában már nagy üzemekben használják az asztalos fésűsmarózást, és úgy préselik össze ezeket a lapokat. Csín kialakítása után körzővel bemérjük a fenéknek a kerületét. Itt az a lényeg, hogy 6 körzőnyílás fogja megadnia, tehát 6 körzőnyílással kell, hogy körbejegyek a kerületen, ez a körzőnyílás fogja majd a sugarat meghatározni. Amikor ez elkészült, felrajzoljuk a előkészített fenékre, lapra a kört, fűrésszel körbevágjuk, kialakítjuk a kúpos széleket. Itt is rajzmódlákat használunk, mert különböző vastagságúra csinálta egy kisebb hordónál, egy 8-10 mm-es a csin szélesség, míg egy nagy hordónál 12-16 mm-es lehet. Amikor ezt a feneket kialakítottuk, akkor következik a behelyezés. A fenék behelyezés, vagy a fenekelés, ahogy mi mondjuk, úgy történik, hogy leütjük a fenék, ugye a hordó egyik végéről az abroncsokat, a másik végén lévő abroncsok tartják egybe a palástot. Ez kinyílik megfelelő mértékben, úgyhogy nekünk lehetőségünk legyen bepattintani a feneket a helyére. A csimbe tömítésre tesszük a sásnak a tövé részét, a tus részét, és a fenék behelyezés után pedig a dongák közzé a levél részét, a gyékénynek a levelét, vagyis a sásnak a levelét, a gyékényt fűzünk még bele. Ezt tömítésre gyanánt azért használjuk, mert ennél a technológiánál előfordulhat, hogy a fenékvágás pontatlan, vagy a csiszolás, akkor ez tömít, biztosítja, hogy ne folyjon ezen a részen a hordó. Visszaütjük az abroncsokat, beszorítjuk, megfordítjuk a másik oldalára, ugyanúgy levesszük a vasat, és itt jön egy kis turpisság, egy ravasság, hiszen még az elsőnél mind a két oldalon hozzáférek ehhez a befejezést, tehát könnyen be tudom helyezni. A másik oldalnál ott viszont használunk egy segédeszközt, a fenék felhúzó vasat, ami végén hajlított abroncs, és beleakasztom a behelyezett fenékbe,
és fölhúzom a helyére, addig még be nem pattan, és további fázisok ugyanazok, mint az előző oldalon. Amikor ezeket a vasakat ledögzítettük, fenék a helyén, akkor boros hordók esetében, meg a hordók nagy részénél használunk egy ellenőrzést, egy próbát. Az abból áll, hogy egy 2 hektos hordóba kb. Egy vedérnyi vizet öntünk, és 2 bárral megnyomatjuk ezt az egész edényt. Ha valahol fahiba vagy illesztési hiba van, akkor jelentkezik a víz, akkor javítjuk, ha nem kell javítani, akkor pedig következik a külsőjének a csiszolása, a csinosítása a hordónak. Lecsiszoljuk, és az eddig használt munkavasakat félretesszük, helyükre kerülnek a végek és abroncsok. Ma már tűzihorgonzott fényes acélokat használunk. Ezeket szalagba veszem és kapom, és én szegecselem méretre, és ezt a kúposságot majd akkor veszek fel, ez az abroncs, amikor ráütöm a helyére. Tehát fölmérem a megjelölt körre az abroncsnak a kerületét, a hosszát, és összeszegecselem. Általában 2 szegecset használunk, a nagyobb hordók esetében 3-at is szoktunk tenni, ahol egy nagyobb nyomásnak kell ellenállni ennek az abroncsnak. Utána ezt állítjuk a helyére, eddig még szépen rásinul a felületre, és amikor ez rajta van mind a 3 pár abroncs, akkor még egy kis csinosítás, finomítás a hordó külsején. Kész van a hordónk, és tulajdonképpen benne a fenekel. A következő, amit kérdezni szeretnék, mi is ez a csobolyó? Csobolyó készítésnek az a nehézsége, és ami miatt nem igazán kedvelik a kollégák sem, meg nekem is ehhez külön hangulat és idő kell, amikor az ember úgy megszokta, hogy ráhangolódik erre a készítésre, hiszen itt annyira rövid anyagokkal kell dolgozni, hogy itt a gépi megmunkálás időnként lehetetlen. Tehát előkerülnek a kéziszerszámok, amik nincsenek mindennapos használatban, tehát évek óta nem csinált az ember. Mindenképpen el kell készülni 1-2 darabnak, míg újra úgy érzi az ember, hogy na most akkor már minden baleset és minden sérülés nélkül meg tudok csinálni egy csobolyót. Másik, hogy időigényes, és éppen ezért, mert kézzel kell készíteni, tehát ami meggyorsítaná a folyamatot, azok macerások, és nem, tehát egyszer nincs is mindennapos használatban, nincs olyan nagy igény rá, és azt hiszem kellett a mi kapcsolatunk is ahhoz, hogy erre most én elinduljak és újra elkezdjek csobolyót készíteni. Hát mi nagyon megköszönjük ezt neked, hogy erre valahogy a kedvedet is, meg az energiádát, idődet is áldoztad. Egy másik olyan dolgot szeretnék tőled kérdezni, amely megint ehhez a tájegységhez is, illetve név szerint hozzátok kötődik, a kádártáncnak a felelevenítése. Kádártáncos történet is szorosan kapcsolódik az ősök örökségéhez, tehát a nagyapám és az apukám szerepe ebbe meghatározó, hiszen itt is, amikor ez a csoport, amiben apukám részt vett, én is mentem velük, tehát vitt magával, tehát részt vettünk még a röpűpával, amikor volt a 70-es években, akkor a vásárhelyi féle dunamenti folklor fesztiválok, tehát ezek a gyerekkori élményeim a 70-es évekből, Kalocsán, meg nem is tudom még hol voltunk akkor, ott a Duna mellett, ahol rendszeresen meghívták ezt a csoportot, és először eltelt bizony néhány év, amikor csak az utazás és az együttlét volt az, ami program volt, tehát a színpadra nem is mehetett az ember, vagy esetleg próbákon, amikor már az idősek, akik a próba alkalmával mindig valaki hozott egy butykost is, mert hát anélkül a próba nem volt próba, és akkor aki hamarabb fáradt, az hamarabb le is ült, és akkor nekünk fiataloknak be lehetett állni egy-egy próbával, hogy na még vagy 2-3-szor elpróbálják, és ez így indult. És utána a 80-as években volt egy nagy szünet ebben a történetben,
Tehát nem kellett, nem hívták a csoportot, itt sem voltak olyan rendezvények a helyben, amik szükségesítették volna ezt a történet, ezt a táncnak a bemutatását. És már most 17 évvel ezelőtt, tehát 80-as évek végén, 90-es évek elején megint felvetődött, hogy az Erdőbényei Kádár tánc, itt elindult a Kádár napok szervezése, amit büszkén mondok, hogy az is a mi nevünkhöz fűződik, tehát a nejem, mint a művelődési házvezetője, én, mint ennek a hagyománynak az ápolója. Tehát egyre több rendezvényen fordultunk meg, helyben is, meg itt a környéken is, sőt, eljutottunk külföldre is, Szlovákiába, Németország, még akkor NSK, utána Ausztriába több helyre kaptunk meghívásokat, ahogy kezdték megismerni az embereket, emberek ezeket, ezt a programot. És bizony volt olyan év, hogy januártól egész decemberig mondhatni, hogy havonta többször is felléptünk valahol. Hiszen régen, amikor ez az apukám elmondása szerint, régen egy évben csak egyszer volt, amikor a Kádárok bálja volt. Tehát ez a tánc csak akkor volt, vagy esetleg a születi bálon. Ez a két mulatság volt, amikor szóba jöhetett, hiszen akkor tájt ezek a azok, akik táncolhatták, ezek egy válogatott csapat volt, tehát ez egy elismerés volt a céhen belül is, és csak az mehetett, aki kiválasztódott ebben a történetben. Ma már úgy kell fogdosnunk a fiatalokat, hogy ki tudjuk a csapatot állítani, hát megfordult ennek is a sajnos a története. A lényeg az, hogy azóta, tehát most már 17 évvel ezelőtt sikerült egy csapatot létrehozni, amiben van három velem egykorú ember, akik szintén a mesterséggel foglalkoznak, és nekik vannak fiaik is, mint ahogy az én fiam is, és akkor így tevődik össze a csapat, tehát apa és fia társaság. Így vagyunk 8-anak, és akkor veszünk részt különböző meghívásokon, rendezvényeken, és tudomásom szerint Európában egyedülállóan így ebben a formában mi őriztük meg ennek a táncnak a hagyományát, ezt a mesterséget. És akkor mi mondhatjuk el magunkról azt, hogy a mesterséget is műveljük, és a tánc hagyományát is őrizzük. Köszönjük, hogy fogadtál bennünket, és Isten áldjon! Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy nem reménytelen a helyzetünk, hiszen a 23 éves fiunk, aki néptáncos is, néptáncol is, ő is részt vesz ebből a hagyományhoz, tehát a tánc hagyományőrzésében, meg a mesterség megőrzésében is, és ahogy beszélgettünk korábban, a lányunk is affinitást érez ebben, lány létére, tehát szeretne büszke magyar Kádár lány, egy Kádár nő lenni, aki hát tudomásunk szerint nincs pillanatnyilag Magyarországon. Voltak korábban női Kádárok is nagy üzemekben, de aki tényleg a mesterség csinyát, binyát is ismeri, remélem, hogy eléri ezt a vágyát, és sikerül teljesül neki. Hát azt hiszem azért, mert fizikálisan is és szellemileg is felkészült erre a hagyománynak a folytatására. Hát jó egészséget kívánok neked és a kedves családodnak. Köszönjük szépen.